Köszöntök szépen akkor mindenkit a ma esti livestreamben, hát ismételten újra, és hát folytatva ezt a remek játékot, hozzá a Kroknak az első részét, amiből, ha jól emlékszem, ugye ott tartok, hogy most már a... Hogy is van? Harmadik világ? Nem. De, harmadik világnak a fele. Valahol most ott tartok. Ez körülbelül ugye 2 órás stream volt ugye előzőleg, amiből sikerült egyébként összehozni azt, hogy amúgy a játéknak a fele már úgy megvan. És hát nyilván ugye jön a másik fele is. Hát amit jó lenne talán úgy azért leküzdeni. És hát tök kevesebb sikerrel majd talán összejön, mert hogy pont annál a bossnál tartok, ami borzasztó nehéz most. És ezt úgy sikerült szépen feladni. Tehát meglátjuk, hogy most hogy fog sikerülni. Úgyhogy nézzük. Mert hát igen, ez a kis nyomi hal, amelyik sajnos átalakul. Ez még hagyján, csak az a baj, hogy őnála valahogy rohadtul precízen kell dolgozni. Ami nem lesz egyszerű menet. Ezt majd meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni, kezdve kicsikét az irányítást, azt így... De hal meg szeretne valamit. Ez úgy kiszúrt aranyos módon. Hát igen, meg ugye ezeket össze kell gyűjtögetni. Ez erre az a gondolkozó, hogy lehet, hogy a kamera az inkább jobb lesz errefele. Hogy akkor legalább látni lehet a... Mennyi ilyen izét gyűjtök ki össze gyímit. Meg... Hát ugye az életet is jó lenne látni. Jó van. Korai volt. Aj, de korai volt ez. Ja, várja, elfejtettem, hogy igen, lódolni kell először. Hogy azért az életet ne veszítsem el. Várja, ezt most nézem, hogy itt is van. Eddig annyira nem tűnt föl. Most már feltűnt. Igen, ugye lejjebb nem tud jönni a hal. Ez nagyon jó. Ez az, hogy az elektromos kapuval azért mindig is szenvedek. Egy kicsit olyan, mintha mindent így nagyon előrébb kell kigondolni. Anyád már! Ja, az a baj, ezzel tényleg ez az elektromos kapuval csak szenvedek, mert vagy rohadt gyorsan kell menni, de nem hagy annyi időt. Na és akkor most jön bosszunk. Igen, és ugye nála egy picit ilyen precízen kell, és ráadásul a második ütés után. Igen, így lő egyet. Ah, kurva szád! Igen, ez a probléma. Azért nem szeretem ezt a bosst, mert ez ilyen szempontból nagyon rászeret menni a precizitásra, és hogyha nincs semennyi gyémántom, akkor
akkor nyilván hát ez a basszatom kategória van. Pont ez kéne ugye csinálni, hogy nem veszíteni a gyémántokból, mire eljutok. Mert ugye aztán, ha fel tudom szedni őket, akkor még tudok küzdeni. Csak ugye ezzel a hülye elektromos kapuval... Anyád! Ouch, mert megint elszámoltam. Valami visszaspannolt. Igen, csak akkor van 5 életem. Ez igen. Jó, van egy kicsit mikrofon, az így gondolt egyet, és azt mondja, hogy haj, mindjárt le zuttyanok. Nem vagyám fair. Jó, hát ez így úszott el, ez a... Ja, hogy ez csapkodott egyet? Megint gyakorlatilag most az van, hogy ott voltam hozzá közel, ráütök, azt ő nem vette bele. Szóval igen, ez a boss egy picit olyan bugosnak tűnik. Igen, és akkor ezt próbáld meg kikerülni, hát az édes nénikédet most már. De rohadjál meg! A Neptun átérted, miért kellett ilyen idegesítő bosszát tenni? Ezt nem értem. Ugye nem tudnám, amikor lő, valószínűleg azt kéne csinálni, fogni, aztán ugye lemenni. Ja, az az, hogy mindig ugye itt ennél a kapunál rontok. Megint elmarkodtam. Nincs csak 4. De nem voltam én olyan közel. Kedves játék, szóval... Na, jó, van már. El lehet menni a búzsba. És megvan! Hossza begyár! Végre! Hülye Neptun, a végre megvan. De egyébként igen, hogyha lő, akkor nem bírom kikerülni, szóval... Ezért kell gyémánt. Király! Hármasnak most van fele, nagy nehezen megvan. Olyan mentést csinálok, mint a rohadt élet. Na nézzük! Sand and Freedom, na végre most már platformer.
részek. Igen, és arra is lehet menni. Tejmoslék! Szia Balázs! Hát sajnos igen, jó későn kezdek, de hát sajnos ez van. Ehhez viszont eléggé hozzá kell szokni, mert valószínűleg nem lesz az utolsó alkalom, hogy későn kezdek. Volt már vizad arra példa, hogy jóval hamarabb is tudtam kezdeni. Sőt, a múltkori az pont az volt, hogy jóval hamarabb kezdtem 5 órakor. Csak hát, ja. Mondjuk jó, hamar is fejeztem be. Mondjuk pont az volt a terv, hogy ott jó hosszú streamet csinálok, csak aztán nem jött be. Ott a kulcs. Aha. De ez mekkora izé már? Nem, ha nem tudok 8-nál hamarabb streamelni, akkor nem, akkor egyszerűen nem lesz. 9-kor nem fogok elkezdeni streamet. Az szinte biztos. Most is kérdéses volt, hogy egyetlen streameljek-e vagy sem. De úgy voltam vele, hogy mivel amúgy is fönn kell maradjak, ezért egy streamet be fogok vállalni. Majdnem leestem, jó van. Ja, azt hittem már, hogy nem fog izé fölvinni. Most mi történt? Ja. Ott lett egy platform. Mit a könyv levegőben vannak itt a dolgok? Jaj, ne. Az igen, hogy átugrottam úgy. Nyoló. Mhm. Erre tovább. És a Luffy meg levisz, igaz? Igen, jó. Tesztelni kellett itt a dolgokat. Jó, de hát mondjuk igen, ez így nagyon jó, hogy visszafele nem igen tudok menni. Ugorj fel a platformra, légy szíves! Van a kék. Szeretne valamit, mert röhög a hülye feje. Haha. Ojjaj, az nem jó. Az nem jó. Á, mondtam, hogy nem jó. Hát igen, erre kell menni tovább, jó van. Yazoo!
Vállalhatom, hogy melyiket szeretném. Jó. Ne! Hát is van egy doboz. Vagy most már csak 3 életem van, ez így nagyon nem jó. Hogy mi? Várjál már, ott mi volt? Jó, hogy valamelyik köbdös is. Akkor egy utolsó moslék, hát érted, hát hol köp? Meg hogy? Azt a levegőbe sznájpolás volt. Jéj! Még amennyire egyszerűnek tűnt ez a pálya, az mégsem az. Rengeteg életet azért ez elvitt. Hogy kikereszek, szeretem. Láthatatlan rés. Ti szeretitek a láthatatlan rés, amikor így szívat? Tudom, hogy szeretitek. Ne zagadjátok. És mazoista állatok vagytok. Türelem fingot terem. Várjál, ezt ki fogom cselezni így. Linni. Kár egyébként, hogy pályák közt nem lehet izélni. Nem pont, te tartottam ezt meg, ez a kis moslékfejű, ez bazd ki, itt fog izélni. De persze, most érted? Megfordul, meg elmegy, izé, 10 métert, aztán visszajön, aztán persze gyenge szívat. Anyád. Ó, az majdnem izé volt. Zűd víz. Tudom, ez trutyi vagy takony.
Úgy érzékelem, hogy jönnek a brainfuckok. Sőt, itt nem brainfuck lesz, itt brain fart lesz. És tudjátok el, milyen a brain fart? Tehát most oké, hogy azon a szegmensen nem tudok már most átmenni, amit amúgy sikerült eddig tök jól megoldani. Jó van, úgy érzem, hogy azért a két óra az olyan lesz, hogy nem lesz elég a végigjátszáshoz. Oké, én most megyek. Pont ezért. Nézd meg a kis moslékfejűt. Moslékfej. Ezért ilyenkor tudnám díjazni amúgy a játék közbeni mentést. Tehát... Horsz! Was. It has been kids and teased. És egyébként belegondolva, na milyen lett volna, hogy ezt izén nyomom PS-es verziót és nem a PC-set? Akkor mondjuk lehet, hogy egyszerűbb lenne, lehetne save state-elni. Haha. Ne, nem. Azért PC játszottam ezt életemben először, úgyhogy PC. A PC örök életű. Igen vagyok azért ezek a gombok azért ez így, vagy nem is az. Mi az? A kamera nézet. Ez a kicsit cseles. Aha, van egy platform arra. Ti szívroham. És ezért az egy sárga izéért lehetett így menni. Meg ezért az egy kis gobóért. Na, és akkor most mehetek, még ugrálhatok a izé kulcs fele. Nem csúszol le, hogy rohadjál ketté. Utolsó moslék. Most gondolkozom, hogy amúgy nem volt valami ketrec ott arra, de szerintem volt. De az ottni. Na, így né. Igen, az a jó, hogy ezek ilyen masszív... hogy hívjákok? És kell még egy kulcs. Hát mindig a kulcs. A kulcs nyissa a megoldást.
Ugyebár... Nem csúszol! És azt mondta, hogy de csúszok. Na de ilyet... Na igen, és most jön... Ez a rész... Ahol volt ott egy moslék hal, amelyik az ráadásul olyan precízen tudott pod... Igen, így lőni. Az anyádat! Ez mi volt? Azt a dobozt nem fogom tudni kiütni. Ja, de viszont megvan a kulcs. Végül is hót mindegy. De az büdös nagy moslékság, hogy még a hal egyébként nem sok időt hagy. És ráadásul jó bebír célozni. Aj, nem, már most megint nyomhatom meg a gombot. Hát igen. Miért érzem úgy, hogy ezt a csöppet fel... Csíteltem! Na-ha-ha. Jej. Oh my god, mi ez te? Én is szeretlek. Van valami ott fönt? Ezt gyors meg kéne nézni. Hát, hogy gyorsan keresztül lehet menni ott a izén. Úgyhogy ez nem lényeg. Igen, arra meg lehetne menni a bónusz fele. Na, jó van most már! Tök jó, hogy olyan sötét van, hogy most már alig látszódom. Kell a fény. Jó napot kívánok, Krok vagyok, egy büdös nagy moslék. Szeretném prezentálni, hogy amúgy ez egy gyerekeknek készült játék. És nem szedtem föl a gyémántot? Most te really. Az a helyzet, hogy mondanám azt, hogy majd a Krok 2-t PS1-en játszunk ki. A helyzet az az, hogy általában a folytatás meg mindig egyszerűbb. Ezért elbasztam. Már nyilván egyébként, hogyha lennék hülye állat, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor végül is belemegyek abba, hogy elviszem mondjuk eddig a PS1-es változatot, aztán innen folytatni, de hát... Neptunál valójában... Jó, mondjuk szívtam vele, de legalább megvan. De hogy ez a pálya? Damn, boy. You're dead. Na szóval. Jelly. Jelly. Nem. Ne hülyéskedj, légy szíves.
Nyomd meg légy szíves a macsomat. És boldogak leszünk mindannyian. Ez már csöppet speedrunba átszaladt. Amúgy. Jó, én azzal az egy izével nem fogok szórakozni. Úgysem megyek rá a bónuszra. Tehát most jött el az a pont. Nem fogtam meg a kulcsot! Nem vagyok ideges. Várjál, csak szeretném megnézni. Hogy tartok? 3-4. Ej, de lassan. Jej. Ez most egy... mennyi egy... perc alatt daráltam létre ezt a section-t. Megvárjuk még egyet. Köszi. És most megyünk. Hihi, hogy rohadjál le! Ami? Kicsit sem vagyok ideges már. És ezt igazából lehetne valamivel még fokozni nyilván. Mondjuk mit tudom én, hülye hangokkal, bármivel, amivel lehetne bosszantani. Erre hegyé! Azt gondol egyet, azt mondja, hogy röhög. Instant mód a kulcsra fog menni, egyébként rájöttem, hogy annak a gombnak csak annyi értelme van, hogy a... mert mondjuk ott a platform. Kulcs! Egyszerű. Állj! És hiába megyek arra. Még kell az aranykulcs. És mivel rájöttem, hogy... ott dobo... ja, hogy ez minden egyes hallő. Szóval, mivel rájöttem, hogy hiába akarom én ezt a... kajaként leültem. A kurva szád. Húzi ördög.
Na-na. Szedjek már föl azért egyet. Jaj, de jó. Jó, tehát van aranykulcsom, király. Igen, megyünk erre. Menjünk arra vissza. Igen. Király. Te hogy úgy ezt úgy utálom. Ugye beakad a izébe, platform alá, és ráadásul az van, hogy oké, okay, hogy még az elsőnél csak szimplán sebződsz, mert ugye van gyémántod, de a második is már ilyen instant. És ugye nincs gyémántod, nem szedtél össze egyet se, ezért kb. Ez a cseszeted. Jó, ezt megvan, hogy fogom csinálni. Így. Tojom le! Ott van! Igen, csak igen, az a baj, hogy ezzel ugye nem lehet izét szerezni. Életet. Ugye nem rakom össze a 99-et, mert ugye az bónusz életet ad, de hát na mindegy. E van. Nibazd meg, na már, ja. Jó, igen. Tehát erre megyünk. Igen, kis aranyos. Yeah, boy! Úristen, egyébként eszembe jutottna még egy játék, ami ráadásul az kifejezetten arról híres, hogy egy büdös moslik, amit úgy hívnak, hogy pandemónium. Gondolkoztam rajta, hogy azt is egyszer végig kéne vinni, de lehet, hogy ez marad majd valamikor, máskorra. Cső. Aha. Szerintem nyaljatok sót, gyerekek. Mare. Ingani nincs időm. Aha. Kösz, kamera! De szeretlek! Mondtam már, hogy úgy rohadjál meg. Még nem ezt az elsőt kellett volna kiütni, na mindegy, lényegtelen.
Jó, ez érdekes volt, mert én nekem valahogy nem rémlik, hogy megnyomtam volna a gombot, hanem szerintem csak így... Mert ugye olyankor rá kell ugorni, hogy rohadjál meg, na ez de jó lesz. Ki kell életeket elveszteni? Igen, mert kifejezetten nagyot kell ugrani, de nem úgy tűnt. Mómia. Ezért ez yeah boy. Sárga. Kár is volt vissza. Visszatérni. Oké. Okay. Akartam mondani, hogy mondom, nem most legyen... büdös. Igen. Utolsó moslig. Hogy mi? Várj, mi? Volt még egy élet. Vagy ezt nem szedtem föl. Mert több élet nincs. Nem baj, is fel kell egyet szedni, mert elvesztettem. Az ott lángol. Piromán. Ja, mozgó platform, jó van. Ott a pálya vége, úgy de túl kéne élni. Ja, ezt nyomni kéne folyamat. I see. Na, még jókor, mert már jött meg vissza a piromán. Szentizgetünk. Ó, be tudok menni a bónuszba? Á, jó, nézzük a bónuszt. Ott bazd meg a bónuszod. Én nem tudok kimenni a bónuszba. Kurva nénekédet, ijeszgesd, baze! Hogy ez lopja a gyémántokat. Ne, és a bónuszba fogom elveszteni az életeket. Ja, hogy a szellem nem bent. Na ne csajjál! Te büdös dög. De... ez mi bazd meg? Véteményét ellopta a kulcsot? Akkor kap be. Nincs életem. Nem lesz ez így jó. Life is a beach, jó van. Szerintem inkább a bitch, de mi, 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 mi?
Life could be bitch! Jaj, nem már! Úristen, most eszembe jutott az a zene. És az a helyzet, hogy most át tudom költeni. Meg úgy érzed, life could be dream, és akkor érzed, life could be bitch. Itt szeretnél halni, látom. Aha, ott a kulcs. Kulcs. Ja, mert nem ehe... Aha! Szerintem akkor most már kapok 3 életet, ja 2-t, jó, hogy rohadjak meg. Én értem. Értem én a célzást. Jó, akkor így legalább értem, hogy itt... Aha... Ha nem már. Jó. Igen, ez így. Igen, szóval arra kell menni. Nem felmászós. Ej. Már mi van? Várjál, valami, akkor pedig jól gondoltam. Ide... Mondtam, hogy föl kell mászni, tök gyanúsan nézett ki. Úgyhogy tudtam, hogy föl kell ide mászni. Jó, megvan az ezüst. De utálom ezt! Istenem, ez a csúszós platform. Most 2 legyet ütök egy csapásra, mert ugye megtaláltam a kulcsot. Fogom, ezt felszedem, és innen kirohanok. Nem vagyok ebben én erőteljesen biztos, hogy... Jó. Csak amiért bukfenceztem el, mert nem volt meg a kulcs. Megint van az egy platform. Az igen! Jó, viszont tudom, merre kell tovább menni. Hú.
Mondjuk annyira aranyosak, hogy direkt túllövik a izét. Zselé. Jövök ám. Az anyát... kaktuszába. Az a helyzet, hogy sajnos a családbarátiság innenstől kezdve a totál elmaradt, hogy a játék fel... húzott. Várjál, fönt. Nincs semmi. Akkor nem tudom, minek van ez a zselé. Kizártnak tartom, hogy amiatt. Oh my god, ezt most kezdhetem előről. Well. Shit. Hogy ide futott? Jó, hogy nem mondta azt, hogy gyöööö! Ez eléggé diszkriminatív volt, na mindegy. Hát ilyen az én formám. Nem. Köszönöm. Tudom, hogy rossz volt a poén, de azért ennyire talán kedves játék. Kéne büntetni. Én azért a ládáért nem fogok elmenni. Egy oldat is van amott. Szóval tudom nagyon jó, hogy eléggé moslik itt ez a rész, hogy ja, amúgy egy kicsit túllövi. Így né. Azért ez igen. Nem? Ez csalás! Ezt nem fogadom el. Kicsit sem creepy egyébként ez a valami. Ez a helyzet, hogy ez Half-Life-ra emlékeztet. Amiért tudjuk nagyon jó, hogy na az a játék. Nem éppen volt híres a családbarátiságról. A fene. Úgy érzem, nem kényelmes. Most ezen. Várja. Jó, picit meg. Úgy csak ez egér. Úgy érzem, egy picit távolabbra kell nyomnia a billentyűzetet. Haha, szeretnéd? Igen, szóval erre mondtam azt, hogy biztos igaz, hogy nem a izé miatt kell. Igen, viszont nincs tovább, ami ezt jelenti. Úgy akkor nekem a izéhez kell visszamenni. Pont a sötét részhez. Ez
Ezt úgy hívják, hogy kicsit elkapkodtam. És megint nincs életem. Jó, jó. De az hogy érem el? Úgy érzem, ez nem lesz egy hosszú stream ma. Na jó van már. Takarítsd el magad. Ó. Érzem, mindjárt takaríthatok. Ezen nyomta be ezt a... Mi csinál? Ja, izét. Toporzékol. Adom ezeket. Szevasz, tavasz. Ja, ezt nem kell ütni. Gább rájöttem. Jó, legalább hármat csak szedjek már föl. Ja, bakker, hát elfejtettem. A kulcsot. Ez az, nem látok. Na, legalább az ördögöt jó megszivattam. Vagy mik ezek? Vagy de ilyen kis ördögök. Lehetne izé Krampusnak is mondani. Hú. Én erre mondják azt, hogy majdnem fagyos lett. Rádugrok, és halsz. Azt a snipert érted, a kis hajmos. Ügyet, nem kaptam fel. Jól van. Aha. Siker!
Na, és még jó, hogy ezt csináltam, hogy a kulcsot... kulcshoz mentem először, hogy rájöttem, hogy mondom, valószínűleg az lesz. Na szóval, igen, ez rohadtul nem lesz egyszerű menet. Lenne, hogy lent van a kulcs. Mondja ezt okosba. Jó, azt megvárom, még visszateleportál ez a platform kell. Valamire pont rá kell tudjak ugorni. Ott gomb. Ja, láda van ott. Akkor mindegy. Hozzá nem foglalkozom. 36. Ez eléggé karcsú. Na hát viszont itt... Cactus Jack's Ranch. Ez egy béka. Nem, ez egy jég. Ami amúgy szerintem kaméleon akar lenni. Na, így van. Az a három élet, ez kell. Várjál! Most nem akarok izé lenni. De jó, gondolom, hogy ilyenkor... Ó! Ó, igen! Liga cheat! Igen. Ez aztán olyan legal cheat, mint a szemét. És ezt tudjátok miért jó? Ezt meg lehet majd ismételni, azt hiszem, ezt a pályát jó párszor, hogyha élet kell. Úgyhogy itt most szépen azt fogom csinálni, hogy szedek 7 életet, fogok menteni egyet, és akkor... Sőt, a fenéket mennyi? Mondjuk menjünk el... 10 életig. Jó. Pa. Nem baj. Még jó, hogy mentettem. Na, 10 élet. És felszedem a 11-et. Mert amúgy máshogy meg nem tudok a platformhoz menni. Ennyi, kész, legal cheat. Innestől kezdve már nyert ügyem van, hogy aztán tudjam a játékot szépen folytatni majd. Ha nagyon szarul állok élettel, akkor egyszer fogom magam, ide visszajövök, aztán szevasz tavasz. Azt kéne megnézni, hogy világokhoz vissza lehet-e majd menni. Jézus ereje, de még ráadásul még egy élettel dob meg. Most vagy ennyire túl OP a boss. Mindjárt kiderül, hogy mit kell csinálni vele. Ez nagy kört. Aha. Ezek kezd felém jönni. Ujj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 
Ez meg is van. Ennyire volt OP a boss. Két ütés, hat összvisz. He? Két ütés, hat? Really? He?
Vagy szerintem elszámoltam magam. Nem tudom. Na, aha, vissza lehet majd menni. Jó, király. Na nézzük, negyedik. Holy shit. Igen, ez érdekes lesz. Jó, de le lehet menni. Jó, nem fogok lemenni. A más is. Wait. Oh, wait. Ó, oh, biztos, hogy van fönt valami. Várj, ez most what the hell? De én ezt most nem értem. Most ha tippen nem kéne, akkor valószínűleg azt jelenti, hogy... Nekem itt valamit formálni kell. Benne voltam a dobozban. The hell, man. De nem tudom arra vinni. Akkor ne is haragudjál, de ennek mi értelme van? De ne, nem lehet elvinni. Most mi van? Biztos igaz, hogy ennek egyébként az lesz a lényege, hogy... ezt tudnom kell ezeket valahova el... És be van zárva. De... És arra vihetem. Ennyi. Ezt le is bírtam löpni. Ha! Érdekes. Uf.
Mondjuk ez eléggé bíztató. Mondjuk nagyon örülnék neki, hogyha látnám. Aha. Végre. Igen, ugye ezt a platformot kellett lehívni. De az igen, tehát építkezni kellett ezekből a hülye izékből, fém ládákból. Basszus, nem voltam erre felkészülve. Tudom is mondani, hogy nem nagyon merészeljen engem most cicerélni ez a valami. Oké. Ez jó, hogy egyébként rengeteg életet gyűjtöttem, de... Mondom, megvan a legal cheat. Anyád! Ezt az időzítést. Halló? Neked is hello? Ezért jó, hogy sok életet szedtem. De nem ezért. Én nyitszer leesek. Nézzük. Gyerünk, 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 gyerünk. Bra. Főleg, hogy megint megcicerél. Nézd már oda, hát nem hiszem el, hogy nem egyszerűen nem tudok izé... Opa, ne. Load. Azért, mert az a 12 élet azért az ott. Az ott, hát na. Oh my god. Élet. 2. Ez igen. Daranyos volt, hogy lelökött. Milyen jó, hogy levegőben van az a platform. Na, és mivel most már rájöttem, hogy ez hogy működik. Na. Légy szíves, más számára. Oh boy.
akkor másik oldal. Azért. Oh, you kidding me? Megvan. Ídni. Na nézzük. Próbálom kicserezni ezt a szörnyet. Amit úgy látom nem igen fog, mert ez mindenféleképpen cicerél. Lehetséges módszerre. Nem bírok felugrani teljesen. Meg kéne nézni. Nehéz lesz. És ez meg törős platform, igaz? Igen. Á, nem. Nem enged. Persze, of course. Csak ez a bajom, tehát nézd meg, hát olyan sebességgel jön, hogy... de. Siker. I'm fucking done. Kösz, lepke. Kösz a semmit, nesze fogd meg jól. Szóval itt sikerült egyébként elbénáznom. Igen, ha már így írod, hogy régi játékok mennyire bugosak szoktak lenni, hát ezt kérem szépen, ez mi? Mi az Isten volt az előbb, amit láttunk? Na jó, a valami...
Aha. Nem szeretek újra mutogatni egyébként, de... De van-e tényleg egy erős sandanyom, hogy mintha valami itt azért bagos lenne a pályában? Na jó, mi a túró van itt? Köszönöm, hiszem el. Az összes életemet egyébként felemészti ez a pálya, úgyhogy még nagyon jó, hogy amúgy van egy legal cheat pálya előtte, ahol egész jól lehet ott gyűjtögetni életeket. Várjál, van még itt? Aha! Értem, ezeket a dobozokat kötelező jelleggel ki kell ütni, mert egy-egy platform van benne. Ezeket gondolom működtetni kell. Így már értem. Na csak várjál már, egy problémám van ezzel. Igen, hogy ezt valahogy úgy kéne megoldani, hogy ezt... Oh. Jó. Tehát... Már azt hittem, hogy ki fogok esni. Jó, mert akkor itt van ez. Azt sajnálom egyébként, ha majd mondod az atmoszférát, hogy valamiért a zenét nem játssza le. Épülök. Nem tudom, szerintem egy játéknál nem épültem le ennyit. Ennél. Még a Cuphead se épített le nagyon durván. Jó, ha ezt a pályát nem fogom tudni megcsinálni, én feladom mára. Úgyis mennem kell még este dolgozni, szóval. Vagy hajnalba. És az a helyzet, hogy ez a játék nem felébreszt, hanem leépít szellemileg, és... Nem vagyok ezzel kisegítve. Nagyon jó. De hogy az anyád picsáját! És akkor elindul, érted, az a retkes platform. Hát, Isten bassza meg most már. Jó, szóval ez most fogja magát, elindul. Oké, most akkor szépen meg kell várni,
More. Lekéstem. Úgy. Oh my god. Léci, legyen vége a pályának. Ez baráti. Így ejt le. Jaj, szerintem itt, ez, itt a vége felétől azért vannak ám bajok ezekkel a spawn pontokkal. Hát ezt nem mondod komolyan. Lehet szeretném megnézni. Annyi élettel? Igen. Jó. Kedves játék. A játék. A fuck off! De én ezt így nem fogom tovább folytatni. Az a helyzet, hogy már csak azért sem, mert annak túl sok értelmét nem látom, hogy még most nekiülök fél órát gyakorlatilag szenvedni és szitkozódni, úgyhogy ahelyett, hogy ezt most én így elrontanám totálisan, szerintem bontsunk asztalt. De természetesen, hát mivel a játékot végig kell vinni, de most már csak 2 izé van, ezért hát innen fogom folytatni. Egyébként eléggé szenvedős, mert a 3-ast sikerült meg még ezzel szórakozni 1,5 óra alatt, és akkor még amúgy a 4-esbe még épp, hogy csak belekezdek amúgy, és még van egy 5-ös. Bár szerintem az 5-ös, mert nem tudom, hogy ez... Az a baj, nem tudom, hogy az 5-ös is így fog végigmenni, hogy ugyanúgy ilyen néhány pálya félúton bosszal, aztán már főbossz, vagy már csak főbossz. Franz se tudja, meglátjuk. Na, úgyhogy legyen ennyi szerintem mára. Köszönöm szépen a figyelmet. Úgyhogy találkozunk még a következő alkalommal. Aztán hát természetesen akkor innen, jó megszenvedve ezzel a pályával. Sziasztok!